Rekordveszteség a tiltott csiki sörnél és a chips gyernál. Az elmúlt 10 évben mindössze 18 büntetést adtak a medvék etetése miatt, és végre Csuka hivatalosan is bejelentette, hogy indul a Kotrocseni palota a húzatos székéért. Bár ha holnap kéne szavazzunk, akkor Joanna és Csoláku menne a második fordulóba, és akkor megint akarhatnánk a fejünket. Sziasztok, ez itt a Tilos B, az UH.hu zajcsökkentő műsora, én kis Anna vagyok, nézzük a hét fontos történéseit. A magyar hang a romániai cégadatbázisból halázta ki a pontos pénzügyi adatait a Lixit projekt szerélének, ami nem más, mint a tiltott csiki-sört gyártó cég. A friss infók alapján Lénárd András nerc Advanced vállalkozó cégének tavaly 10 millió lej ugrott vesztesége volt. Az árbevétele szinte az infláció növekedését sem ugrotta meg, 30,6 millió lejről 31,1 millióra nőtt 2022-höz képest. A vállalkozás adósságállománya a tavalyi forgalom, tehát a 31,3 millió lej háromszorosát teszi ki. A vállalkozás adósság állománya a tavalyi forgalom, tehát a 31,3 millió lej háromszorosát teszi ki, vagyis egészen pontosan 101 millió 610 lej. A pityok a gyár szerélésem sokkal különb a projektnél. Itt is többel tartoznak, mint amekkora forgalmuk van. Kicsivel több mint 50 millió lejes volt az éves bevételük 2023-ra nézve, de az adósságuk 73,5 millió lejnél áll. Nagyon úgy tűnik, hogy a pityóka gyárban minden is el lett zálogosítva, a saját tőkéje óriási mínuszban van. Kérdés tehát, hogy miből is működnek a gyárak még mindig, ki pénzel továbbra is cégeket, amelyek az indulásuk óta még sosem termeltek profitot, és természetesen kérdés az is, hogy megérte-e 1,7 milliárd forintnyi magyar adócskát a minden bizonyal nagy bizniszek területén nagy szakértelemmel rendelkező Lénárt Andrásra bízni. Kíváncsian várom, hogy ezúttal milyen reakció érkezik majd a csíkisör részéről, hogy begombázott az Anafos és a Lista firménál dolgozó szerkesztő is mert nincs csőd. Tényleg árad a Duna, és nem csak. Európa szerte nagy árvizek tombolnak, meg hát nálunk is főként az ország keleti, délkeleti régiója úszik, és lassan eszébe jutott a környezetvédelmi miniszternek is, hogy az a Dunai hozam, ami épp Budapest fele tart, és már napok óta politikus cicaharz folyik arról, hogy ki tud több homokzsákot megrakni, az meg fog érkezni Romániába is. A szakemberek arra számítanak, hogy szeptember 28 29 -e körül érkezik meg a tetőzött Duna, ami feltételezhetően nem csak azt a víz szintet hozza, amit Budapesten meg Pozsonyban mérnek, hanem még begyűjti magába ugye egyéb folyók vizét is. Mircea Feket persze nem siette el a dolgokat, csütörtökre hívta össze a sürgősségi bizottságot, hogy döntsenek az első intézkedésekről. De ki tudja, lehet majd váratlanul fogja őket érni az árvíz. A snoop.ro megint olyan ügyre derített fényt, hogy ettől kéne nyíljon a bicska a zsebébe. Folyamatos téma a magyar és a román nyilvánosságban a medvekérdés. A túlmediatizálás pedig nem nagyon segít a helyzeten. Noha a környezetvédelmi miniszter, hogy akkor nem menjünk túl messzire, tesz olyan ígéreteket, vagy nyilvánul meg úgy a sajtóban, mint aki tényleg komolyan tenne a kérdés megoldásáért, és nem csak felszínesen, hanem valójában. Ha nem csalnak az emlékeim, a tilosban is felhoztam annak a tervezetnek az ötletét, amely szerint komolyabb pénzbírságokat szabnának ki azokra az érthetetlen állampolgárokra, akik képesek a saját életüket is kockáztatva etetni a macit. A napokban derült ki, hogy kb. mindegy, hogy mekkora bírságokat szabnak ki a kéregető medvéket etetőkre, mert a rendőrség egyszerűen nem bünteti a népet. A Snoop.ro adatai szerint az elmúlt tíz évben mindösszesen, most kell 18 darab pénzbírságot róttak ki a bunkon viselkedő emberekre, mindez pedig összesen 5 megyében, úgy, hogy az ország 21 megyében él medve. De valamiért csak Erzsés, Kovászna, Prahova, Szeben és Vráncsa megyékben osztotta ki néhány büntetést, de azt is nagyon körültekintően. Mircea Fekét újabb innovatív dolgot ígért hogy rendeletet ad ki, hogy a térfigyelő kamerák felvételi alapján is lehessen bírságolni, mert a jelenlegi állapotra az a kifogás, hogy ritkán lehet élesben elkapni azokat a már, -már értelmi fogyatékosokat, akik marékból etetik a macit. Ezen kívül fogózzatok meg, kihelyeznek tíz darab tiltótáblát a transfogarasi útra. Na ez majd úgy megállít minden maci etetőt, hogy csak úgy szétáll majd a fülünk. A medvéknél maradván szapuló még egy kicsit a honatjáinkat, mert megint adják rá az okot. A székelyhonon jelent meg a cikk, amely szerint addig nyeregetett kártérítési pereket egy székelyföldi ügyvéd, ameddig az állam gondolt egyet és megvariálta a kártérítések összegét. Mivel a medve az állam tulajdona, az általa okozott kárt az állam köteles megtéríteni. Ezzel érvelt több perében is Száz Ferenc, aki 2022. májusa és októberek között 21 pert nyert meg, és öt áldozat esetében 1000 euró per Gyógyulási napkártérítést alkodott ki az államtól. Csak hogy ez valószínűleg túl sok kiadást jelentett az államnak, mert kitalálták, hogy a kártérítés összegét tegyék az áldozat keresetétől függővé. Tehát más lesz a kártérítés összege egy olyan személy esetében, aki minimálpért keres, és más egy olyannak, aki mondjuk átlagbér fölött. Száz Ferenc szerint ez alkotmány alkotmányellenes, hiszen a törvény előtt mindannyian egyenlőek vagyunk keresettől függetlenül papíron elméletben, de hát íme a valóság. Végre egy jó hír a csíksomjói roma gyerekek ügyében. Elkészült és használatba is vették a csíksomjói roma gyerekek az erdőai konténeriskolát, ami ellen annyira tiltakoztak a szülők, már mint az iskolába járó más gyerekek szülei. A szállításukat is megoldották, hiszen iskolabusszal és a Csiki Trans Kft. által biztosított buszokkal fogják eljutatni őket az iskolába. lemondott Borsi Balázs az RMDS hírportáljának a Maszolnak a főszerkesztője. Az indoklásban mindössze személyes okokra hivatkoznak, de nem részletezik azokat. A közleményből mindössze annyi derül még ki, hogy a szerkesztőségből is távozik a volt főszerkesztő. Hogy kiveszi át a feladatot, még nem tudni. A népi íróink emlékezetét az idén is megőrizték farkas lakán, nem is akárhogyan. Tamási Áron szülőfalujában úgy tűnik hagyományá vált, hogy a Kotyogó nevű helyen íróink emlékét egy irodalmár hét keretében ünnepeljék, ahol egyrészt hat napon keresztül Tamási kedvenceit szolgálják fel, továbbá azon írókét, akiket még kiválasztanak ebbe a társaságba. Udvarhelyieknek minden bizonyal már ismerős a rendezvény, és minden esetre felnevetgéltem itt-ott a Transtelex beszámolóját olvasgatva. Mint kiderült számomra, volt olyan év, amikor Petőfi, Adi, József, Attila és Orbán Balázs nevei mellé bekerült Bayer Zsolt, Fidesz alapító, aki mondjuk képtelen elmondani két mondatot, anélkül, hogy abban ne legyen benne a ballipsi fertő kifejezés meg némi anyázás. Szintén a Kotyogóban, bár más rendezvény keretén belül avatták Székely Épot, aki Attilát is az Edda énekesét csak úgy informatíve mondom. Az idei írók hetére szintén érdekesen sikerült a válogatás. Tamási Mikszát, Mikes Kelemen, Múri és Krisztián Tábora mellé Vas Albertet és Nyírő Józsefet tették fel. És én tudom, hogy nekünk erdélyi magyaroknak komoly problémáink vannak azokkal az íróinkkal, akikről aztán utólag kiderül ez meg az, de talán érdemes foglalkozni ezzel a kisebbségi összezárós értettséggel. Nyírő mégiscsak egy nyilas volt, Vasalbertet pedig többször vádolták antiszemitizmussal, adott műveiben nyíltan volt zsidó ellenes. Persze még attól lehet szeretni őket íróként, a problematika mindössze csak annyiám, hogy elrelativizálódik ezeknek az embereknek a felelőssége, és nem utolsó sorban normalizálja ezeket a nézeteket a közbeszédben. Csak hogy közelebbi példát mondjak, annyi vezető politikusunkról derült ki, hogy plagizálta a doktori dolgozatát, és ezért nem érte retorzió, hogy most nagy eséllyel lesz egy olyan ember az államelnökünk, akinek az érettségi diplomája még mindig nincs meg. Na de erről nem sokára. Még egy annyira visszatérnék ehhez a kulináris irodalmi élményhez, hogy elmondjam, Tamási kedvence idén a lucskos káposzta volt, grillezett sertés szűz puliszkával és erdei gombamártással, Mikes Kelemen rakott káposztát kapott, mixált báránygerincet majonézes krumpli salátával, Móricz pedig újházi tyúkuslevest és almástésztát. Vas Albert eltársították a tárkonyos bárányragú levest, míg nyírővel a sült aranypistrángot, hiában sült krumplival. Christian tábora a madár tejnek örvendhetett. Nem rossz elképzelés az egész esemény, külön dicséretes, hogy választanak román szerzőket is, csak talán érdemesebb, nagyobb körültekintéssel kijelölni a szerzőket úgy egyáltalán. Végre az ország katonája, a Herr Generale, a nagy cicaharcos Nikolai Csuka hivatalosan is bejelentette, hogy indul az államelnöki tisztségért hogy meglepődtünk. Mert hogy a könyve is tényleg megjelent mindeközben, amit mazohista kíváncsiskodók és újságírók el is olvastak, csak hogy tiszta legyen, mire ment el az a pár milla euró. Üres közhelyekre, hakrabakra dobált bibliai idézetekre, nagy elhallgatásokra és egy mélységek nélküli sztorira. Sőt, most derült ki, hogy a cím is szinte lopott, hiszen egy 2001-ben kiadott könyvnek is ez a címe, hogy Ön szlusbá amelyet szintén két volt katona írt. Tehát még egy rendes háttérkutatást sem végeztek. Semmi szín alatt nem jók a kilátásai az ország katonai hősének, hiszen ahhoz képest, hogy mennyi pénzt pumpáltak bele az imázs építésébe, folyamatosan nagyon gyengén szerepel a közvéleménykutatásokon. Most épp az Inscope Research eredményei szerint ha most hétvégén szavaznánk, Csalákó és Mirceárt Joanna kerülne be a második fordulóba. A jelenleg biztosan szavazók körében Joanna támogatottsága 20,8%-on áll, Csalákújé 205 Elena Lasconié 16%-on, Diana Sosakaié 12,5%-on, Simioni 12,4%-on. Csukaé 5,6%-on, míg Kelemén Hunoré 3,6%-on. Persze nagyon érdemes komoly fenntartásokkal kezelni ezeket a felméréseket, hiszen Romániában szinte minden kutatóintézet politikájához közel állók kezében van, és az sem mindegy, hogy kirendelte meg a kutatást. Ami biztos, hogy Csukanak nincsenek jó kilátásai, ami feltehetőleg Laskoni Malmára hajtja majd a jobb jobboldali szavazókat, de Joanna is eljátszhatja még azt az előnyét, amit függetlenségéből Kovácsolt. Noha Romániában szinte esélytelen független jelöltként párt támogatottság és lefedettség nélkül államelnöknek lenni, Janna esete más, hiszen már egy eleve ismert személyiség, és egyelőre jól használja a NATO tisztségét is a kampányban, csak hát néha bakizik egyet-egyet. Például a minap jó egészséget kívánt a román királynak. Annak, amelyik már meghalt. I'd like to begin with a fact. Közben pedig Johannes igyekszik így utolsó percben valami állást szerezni magának, ha már nem jött össze a NATO főtitkári tisztség sem, meg az EU-ban sem osztottak ki neki egy magánzsettet. Az újabb elképzelés az, hogy indulna szenátornak, csak hogy ez összetűzésben áll a független államelnöki pozíciójával, amiről nem akar időnap előtt lemondani. Így a törvény törvénymódosítást javasolna, hogy Johannes függetlenként indulhasson a Pénélén belül egy szenátori tisztségért, így az államelnöki Egyből, ahol semmit sem csinált az elmúlt években, egyből átülhetne egy szenátoriba, ahol gondolom továbbra sem csinálna semmit. Jelenleg tárgyalások folynak a PNL és a PCD között a törvényjavaslat megszavazásáról, hiszen ahhoz, hogy ez átmenjen, a pnl szüksége van a PCD támogatására. Biztos jó kis alkuk lesznek majd ezek is. Ez volt a tilosabbé mára én kisona voltam. Sziasztok! I'd like to begin with a fact.